Szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adása zenéről, színházról, kultúráról, a túrázásról és a levendulákról fog szólni, tehát mindenképpen érdemes velünk maradni. De először is egy programajánló, hiszen hamarosan újra múzeumok éjszakája, vendégeink pedig Rémies Tibor és Tolnics László. Jó estét, szervusztok! Hát párban jár egy jó direktor és egy jó marketinges, úgy gondolom, hogy ez többek között a József András Múzeum sikerének az egyik titka, olyannyira ugye, hogy az év múzeumává választották a József András Múzeumot. Szerintem még ezen a fórumon nem beszéltünk erről a dologról. Meglepetés volt, nyilvánvalóan nagy öröm számotokra. Mit jelent ez a múzeum életében ez a díj? Hát ugye, ezt már többször is elmondtam, lehet, hogy van benne egy kis döccenő, de az év múzeuma díj, mondhatni, hogy magyarországi viszonylatban olyan, mintha egy Oscar díjat kaptunk volna. Tehát a legnagyobb elismerés egy intézmény számára. És én ezt maximálisan egy csapatmunkának ítélem meg, ugyanis a jubilómi évet, 2018-at mi nagyon nagy ütemben, rengeteg programmal éltük meg, és hát nekünk össze kellett úgy rázódni, hogy ezt a jubilómi évet nagyon méltóan meg tudjuk ünnepelni. Nagyon sokrétű volt ennek az ünnepe. A kiadványok kiadásától 7 kiadványunk jelent meg. Nagyszerű kiállítások nyíltak, ugye, hogy csak a SZEUZ-ot vagy a Munkácsi kiállítást említsem. Számtalan tudományos konferenciánk volt. Tehát végül is ezt a egységben szemlélte a bíráló bizottság is. 3 szempontot jelölt meg, amiben nagyon sokat fejlődtünk. Az egyik a hazai és a külföldi kapcsolatoknak az erősítése volt, a másik a kommunikációs tevékenységünknek a fejlődése, és hát a harmadik, ez a jubilómi évnek a színvonalas megünneplése. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy és hát nyilvánvalóan a nézőszámnak az emelkedése, hiszen hiába vannak csodálatos kiállítások, hogyha csak egy-két ember téved be a múzeumba. Hát az egyik ilyen kommunikációs, országos kampány tulajdonképpen a múzeumok éjszakája, amelyet a jövő héten szerte az országban úgy gondolom, hogy sokan megünnepelnek. Gyakorlatilag volt olyan év, hogy egy tematikus éjszakát terveztetek, mindenképpen fontos volt, hogy nagyon színes legyen a kínálat, minden korosztály találjon megfelelő szórakozást, és maga az a tény, hogy bemenjenek az emberek a múzeumba. Ez az esztendő hogyan alakul? Hogy megint magamra ragadjam a szót, mi most a múzeumok éjszakáját az év múzeumában szeretnénk megünnepelni. Így is van minden plakátunkon. Úgyhogy remélem, hogy ez is egy kis motivációt jelent azoknak, akik gondolkodnak, hogy jöjjenek, vagy ne jöjjenek. A tematikusságot most is megtartottuk. A József András Múzeumban az old school, vagy a retro jegyében fog zajlani a múzeumok éjszakája. Nagyon színes programot, nagyon sokrétű programot állítottunk össze. Gyerekektől egészen a nagymamáig, nagyapáig bárki jöhet, mert jól fogja magát érezni. De a gyerek programoktól kezdve a Duma Színházon át, a aerobikon és mindenféle jogán, tűztáncon, tűzugráson át, és hát a csúcsát majd a múzeumok éjszakájának az a nagy retro koncert, ugye Nagy Feró és a Beatrice zenekar fogja majd az íre a pontot rátenni. 2 nagyon színvonalas kiállítást is meg fogunk nyitni. A Nyugat kopogtat, ez maximálisan a retro jegyében, mutatja be Szabolcs-Szatmár megyét az 1980-as években. Annak az életét próbáljuk itt megjelentetni ezen a nagy kiállításon, saját készítősi kiállításunk, mégpedig a történeti osztályunk készíti, Mohácsi Endre vezetésével, és egy múzeum történeti kiállítással még adósok vagyunk, ez pedig Kis Lajos igazgató úr életútját mutatja be. Lehet, hogyha így mondjuk, hogy Kis Lajos, akkor nagyon kevesen tudják, de ha azt mondjuk, hogy József András után ő volt a második nagyon jelentős múzeumigazgató a múzeum életében, és máig az egyetlen olyan múzeumigazgató, ki Kossuth díjas volt.
Nos, hát azt gondolom, az ilyen old school fazonok is, mint például már én jól fogjuk magunkat érezni, és a 8 óra munka után lehet majd 8 órát bulizni vagy szórakozni. Laci, akkor egy kicsit átdobom a labdát, ugye az év múzeuma, de hát mégiscsak lesz egy másik helyszín, de az is az év múzeuma. Így van, mert a Kálai Gyűjtemény is a József András Múzeumhoz tartozik. A Kálai Gyűjtemény más irányba ment el, mert tavaly volt a bábjátszás Nyíregyházán 70 éves, és ebből jött az az ötlet, hogy a mindent a bábjátszásra, a bábjátékra fűzzünk fel. Itt partnerre találtunk a Buratino Bábszínházzal, akik tulajdonképpen elődjük a Meseket Bábszínháztól rengeteg régi bábot tudtak átmenteni, korabeli dokumentumokat, bábkészítésre használható szakkönyveket, és innen jött az ötlet, hogy akkor minden a bábról szóljon. Mi 18 órakor nyitjuk a Kálai Gyűjtemény kapuját, 18 órakor lesz egy bábjáték a Buratino Bábszínház részéről, 19 órától egy bábtörténeti kiállítást nyitunk meg a Kálai Gyűjtemény egyik kiállító lakásába. Ezt követően 8 órától egy újabb bábjátékra kerül sor, de mellette bábkészítő szakemberek gyerekekkel foglalkozva, illetve aki kedvet érez arra, hogy bábokat készítsen, ezen a foglalkozáson részt vehetnek. 10 órától egy zenei programunk lesz, ez legyen meglepetés, de a Swing jegyében fog történni ez a színpadi produkció, és 11 órakor pedig egy tombolával úgymond szeretnénk zárni, illetve hát a vendégeket marasztalva az estét bezárni. Fontos elmondani, hogy elővételben a jegyeket már meg lehet vásárolni, és minden jegy vásárlás, tehát hogyha József András Múzeumban veszük a karszalagot, a jegyet az érvényes a Kálai Gyűjteménybe, és ez fordítva is igaz, elővételben felnőtt jegy 1000 forint, a diák jegy 700 forint, ugyanakkor helyszíne váltotja egy felnőtt 2000, és a diák pedig 1500 forintba kerül. Úgyhogy ez fontos, hogy tulajdonképpen egy komplex csomagot, programot kap arra az estére este 6 órától hajnal 2-ig, fél 2-ig a múzeumban látogatók. És hát ugye minden kiállítást is megnézhetnek, többek között a tegnap megnyílt új kiállítást is, amiről most nem tudunk beszélni, de reméljük, hogy a következő adásunkban majd meg tudjuk mutatni a nézőknek, de persze az igazi az, hogyha ott vannak és személyesen tekintik meg. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, mi pedig tovább megyünk, mégpedig a Bencs villába, legalábbis képzeletben oda utazunk, ahol Szervét Tibor rendhagyó estje várta a közönséget kedden. A Thália Színház művésze ezúttal nem a színészetről, hanem testről, lélekről és szellemről beszélt az érdeklődőknek. Szerintem a színház nem teljesíti a küldetését. Nem teljesíti azt a részét a feladatának, ami a szórakoztatáson vagy a világ elmond művészi ábrázolásán túl van. Miről fog ma itt Nyíregyházán beszélgetni a nézőkkel? Megpróbálom elmesélni azokat a gondolataimat, meg tapasztalásaimat, ötleteimet, amik az utóbbi 15 évben azzal kapcsolatban keretkeztek, hogy hogy tudhat valaki a saját sorsán egy kicsit úgy könnyíteni, hogy gazdagatja a saját életét önmagáról, a világról, tulajdonképpen nem nagyon nehezen tanulható ismeretekkel. Igazán lényeges dolgokat nagyon nehezen tudunk megtanulni, nem tanítják még nagyon a szülők sem, mert ők se tudják, nem tanítják az iskolában, nem tanítják semmilyen intézményben, talán meg az egyház foglalkozik vele a leghatékonyabban, hogy tud az ember a saját rossz tulajdonságainak a csapdájából kikecmeregni. Hogy tud abból a reflexből kikecmeregni, hogy ő neki igaza van, másoknak nincs. Hogy tud egy picikét hátralépni, hogy ne érintse állandóan az élet mindenféle jelensége úgy, hogy attól csak fölidegesedik, hogy úgy érzi, hogy mindenki hülye, csak neki vannak normális gondolatai. Tehát, hogy ez a rettentő elszigeteltség, amit az ember igencsak sokszor hajlamos érezni, ez hogyan oldható föl? Tehát hogy tudunk egy picikét derűsebbek lenni? És nyugodtabbak afelől, hogy ami történik, azt a hasznunkra tudjuk fordítani. Az, hogy mi történik velünk a világban és az életben, ez különösen felnőtt korra vonatkozik persze, amit most mesélgetek. Azt nem tudjuk meghatározni. Azt, hogy milyen nehéz vagy segítő körülményekkel találkozunk, azzal kapcsolatban nincs döntésünk.
De azzal kapcsolatban igen, hogy mi erre hogyan válaszolunk. És hogyha úgy tetszik, akkor azt mondom, hogy a felelősség, a személyes felelősségnek egy új értelmezése, az, amit megpróbálok megfogalmazni. A felelősség alatt ugyanis rendszerint azt értjük, hogy valami nyom bennünket, aminek meg kell felelni. Amiért a mi döntésünk valamilyen módon rettenetes erővel, befolyással fog bírni. Holott a felelősség az egyszerűen a felelni tudás képessége. Képesek vagyunk sokkal többször, mint azt gondoljuk, tudatosan válaszolni a világ ajánlataira. És akkor lényegesen kevesebb kell kerül az életünkbe, és a szerencsés esetben lényegesen több szabadság erről. Hogyan fogadja a közönség, hogy nem a színházról mesél nekik? Kétféle reakció van, a két direkt visszajelzésből tudok válaszolni. Az egyik hölgy azt mondta, hogy most miért kell ilyenekkel foglalkozni? A másik hölgy azt mondta, mikor lesz még ilyen, mikor lesz még ilyen. Tehát ez mint minden az ég ott a világon befogadó függő is, és én azért tartom rettentő fontosnak ezeket a kérdéseket feszegetni, mert ahogy az elején mondtam, a hétköznapok során nem jutunk hozzá olyan hírekhez, hogy ezt egyáltalán latra lehessen tenni. Tehát a személyes felelősséget, mint mondtam, azért ezt teljesen másként értelmezzük, teljesen egy nyomasztó tehernek éljük meg, holott, hogyha sikerül ezt a gondolkodásmódot viszonylag megnyugtatóan megtanulni, ez egy tanulási folyamat, amiről most mesélek, viszonylag megnyugtatóan megtanulni, akkor a felelősség egyet jelent a lehetőségekkel. Mennyire volt derűs az idei évad a színházban? Meredeken a másik téma. Nagyon szerettem, ugye én a Tália Színház tagja vagyok már vagy 3-4 éve, és két nagyon sikeres, a Tália jobbára vígjátékokat tetszik. Vígjátékot mutattunk be, az egyik a Legyen férfi, Mesző Pényon, a másik pedig Födónak a Bolha a fülbe című elnyűhetetlen vígjátéka. Ezeket nagyon szerettem, nagy siker. És ezen kívül az az öröm ért, hogy én csináltam egy színpadi adaptációt Daniel Case Virágot Algernonnak című regényéből, amit már negyedik éve játszunk a játékszínben, amelyen a 90-szer játszottuk. És most ugyanezt a példányt, ezt bemutatták Szegeden is, és ott voltam a bemutatón, és nagyon sírtak a nézők. Bár ez a második tétele a válaszomnak, ez nem a derűről szól, hanem arról az örömről, hogy az az anyag és az a történet az úgy hat, ahogy reméltem, hogy az fog hatni. Kedves nézőink, alig egy hónap van hátra, és kezdődik a Mandala nyár, amely idén már a 28. lesz. Hát hihetetlen, mit ki is mondani mindezt. Vendégeink pedig ugye hát nem is látszik, hogy együtt öregszenek ezzel a 28 évvel. Atosz és Gabesz, ahogy én hívlak titeket, ez ugye már ezerszer elsütöttük, de mindannyian Dobos Laci köpönyegéből bújtunk ki, hogy maradjunk az irodalmi asszociációnál. Szóval nagyon sokan mandaláztunk ez alatt a több évtized alatt, és nagyon sokan vannak, akik pedig ragaszkodnak ahhoz, hogy ott legyenek a mandalás premiéreken, nem csak nyáron, hanem minden évszakban, de hát a nyár egy kiváló lehetőség. Az idén ismét mandala nyár, a görög katolikus általános iskola udvarán egy nagyszerű, gyakorlatilag profi színházat állítottok föl. Most már ugye idén másodszor? Igen, idén ez másodszor ez a helyszín. Hát ugye tavaly, hogy úgy fogalmaz, a kényszerűségből kerültünk ki a Falu Múzeumból, ahol 6 éven át zajlott a Mandala nyár, ugye a felújítás, a múzeumfalu felújítása miatt, és keresnünk kellett egy helyszínt, és hát nagyon örülünk, hogy a görög katolikus egyház és intézmény és annak vezetője befogadott minket. Nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni gyakorlatilag ott a kényszerhelyzetünkben, és nagyon sokat segítettek nekünk. És hát ez az egész dolog jól sült el, mert a nézők a tavalyi nyár végén
gyakorlatilag meg is kérdeztük őket, és szinte egyértelműen azt nyilvánították ki, hogy hát mi maradjunk itt, mert ez egy belvárosi helyszín, könnyebben elérhető, gyalog is elérhető, ha kocsival jönnek, könnyebben tudnak parkolni, és egyébként is az egész, az épületek által körülvett térbe, ahogy bekerül a lelátónk, mert hogy ugyanúgy fel lesz építve, mint tavaly, idén is a rögzített székes lelátónk, olyan színházias hangulat keletkezik. Igen, olyan kis védett ott az épületek között, tehát hogy biztonságban érezheti magát a néző. És ugye élvezhetjük az iskola infrastruktúráját, tehát ez sem mindegy. És nem kell hosszasan botorkálni, hogy így fogalmazzak, még elérjük a színpadot, mint ahogy ez volt a Falu Múzeumban. És annyi újítás lesz a tavalyi évhez képest, ami szintén a komfortérzetet fogja növelni, hogy a vízszintes síkban, tehát nem csak a lelátón, hanem a vízszintes síkban is rögzített székek lesznek, ugyanis nekünk a lelátónk az nagyobb méretű, mint ami oda befér, oda körülbelül egy 400 férőjes lelátó épül be, és még 400 széket próbálnánk most rögzített formában, rögzített sorokban elhelyezni, a maradék székekből építenénk fel ezt a részt. Tehát így egy egységesebb képet mutat majd a nézőtér, és hát, hogyha nagyon nagy az érdeklődés, remélhetőleg a különböző előadásokra, akkor ugye a műanyag székek mozgathatók, és akkor nem lesz ilyen kaotikus hangulat, mert ugye mindenki mozgatja azokat a székeket, most erre nem lesz lehetőség. A rögzített székek mellett a karfás műanyag székek csak pótszékeknek lesznek behasználva. Hát minden évben nagyon színes volt eddig is a kínálat, ugye voltak saját előadások, vendégelőadások, tényleg gazdag volt a repertoár, nyilván a 28-nál is így lesz. Vannak-e kiemelten nagy nevek, ahová már érdemes a jegyeinket tényleg ideje korán beszerezni, mert bármennyire soknak tűnik ez a 800 szék, bizony azért elég hamar elfogy. Hát szerintem az egész nyár alatt nagy nevek fordulnak, mert szerintem gyorsan mondjuk el, hogy mik lesznek, aztán utána majd beszélünk róla. Utána el fog fogyni az időnk, úgyhogy igen, gyorsan, akkor gyorsan mondjuk, hogy mik lesznek. Gyorsan egy tavalyi premiérünkkel indítunk a Család ellen, nincs orvosság, ennek lesz az érdekesség, most Gábor fogja játszani a főszerepet, tavaly Besenci Árpád rendezte, és ő is játszott a főszerepet, most Gábor csillogtatja meg tudását, aztán lesz egy, minden évben vannak, minden nyáron vannak családi programok, most a következő ez a Kincskereső Kisködmön, ez egy, Gábor beszél róla, légy szíves. Hát a Kincskereső Kisködmön, ez egy mesés zenejáték, július 19-én lesz egyébként, a gyerekeknek és az ifjúságnak szóló előadások 16:30-kor kezdődnek egyébként, tehát délutáni időpontban. Lackvi János írta át Móra Ferenc művét, kis humort is csempészett bele, és mindezt egy zenekar, az Apnoé zenekar előadásában láthatja a közönség, tehát egy teljesen más, egy rendhagyó formában ismerhetik meg Móra Ferenc történetét. Aztán a Gergely Róbert társulata már nagyon megszerette a közönség, újra eljön hozzánk, ez a Nő a tét, zenés vígjáték lesz, zenés, ugye? Zenés vígjáték, igen, ez egy olasz vígjáték, július 20-án egyébként, 8:30-kor, mert hogy az esti előadások 8:30-kor kezdődnek, Heller Tamás, Gergely Róbert között a főszereplők, ugye Heller Tamás érdemes művész, aztán ha megyünk tovább, akkor lesz egy Pajabea nap, mert szoktuk színesíteni a színházi kínálatot zenei eseményekkel. Pajabea július 26-án pénteken 17:30-tól Altatok címmel egy gyerekeknek szóló, egy családoknak szóló koncertet ad, majd 8:30-tól Hazatalálok címmel az új lemezének az anyaga, illetve hát nagy slágerei lesznek hallhatók egy felnőtt koncert. Itt már a felnőtt publikumra számítotok. Így van. Aztán pedig Hungarikumor javából ez egy operett válogatás lesz, ilyen nevekkel, mint Hüvösvölgyi Ildikó, Teremi Trixi, Sáfár Mónika, Egyházi Géza, Szirtes Gábor. Hüvösvölgyi Ildikó kosudíjas művész, Teremi Trixi most kapott éppen Kálmán Imre gyűrűt vagy díjat, Sáfár Mónika szintén Jászai díjas művész, tehát itt is az operett rajongóknak szerintem... Ők szerintem ismerik ezeket a neveket. Igen, és egy Hungarikum a javából, ugye az operett Hungarikum lett, elvették a Hungarikumok közé. Tehát... Ti pedig bekerültetek az értéktárba, úgyhogy köszönjük szépen ezt a bűzést valóban, bár ez még nem a Hungarikum szintje, ez csak a kettővel lejjebb lévő szint, de valóban nagy öröm volt számunkra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba az értéktárbizottság beválasztott minket, tehát a Mandra Dalszínház kultúra és tevékenysége, és ezen értendő természetesen az elmúlt 28 év,
nemzeti érték lett, és ez egy nagyon fontos elismerés. Szép dolog, hiszen nemzeti értékeket láthatunk majd ugye itt a Görög udvarban a színpadon. Attól félek, hogy nem lesz időnk végigmondani a kínálatot. Egy valamit azért még emeljünk ki, ha lehet, hogy lesz egy Kabos hét. Kabos hét. Ez azt jelenti, hogy Kabos Gyula filmek színpadi változatait láthatják az érdeklődők. Ez két egymást követő hétvége. Az első alkalommal a Lovagias ügy címmel látható Koltai Róbert fogja a Kabos Gyula egykori legendás szerepét játszani. Na, ez tutira ilyen siker lesz, tehát már a Koltai neve az abszolút garancia, hogy mindenki ott akar lenni. Mi is, ez az Ente Ferenc Színház vendégjátéka lesz, majd pedig augusztus 2-áról beszélünk egyébként, és augusztus 9-10-én, majd pedig augusztus 22-én is, tehát összesen három alkalommal a Mandala Dalszínház nyári premierje a Hippolita lakály című zenés vígjáték lesz. István rendezésében, és Schneider volt, és ő játszott, tehát az ő főszereplésével. Így van, Schneider Mátyás, tehát ezzel alkalommal ő játssza Kabos Gyula legendás szerepét, amely egyébként a film tekintetében Kabos Gyula első hangos filmje volt, tehát ez is egy ilyen történelmi tény. Tehát akik Kabos Gyula játékát szeretik, az ő 30-as évekbeli történeteit szeretik, kedvelik, akkor mindenképpen jöjjenek el, mert ezek a színpadi változatok a filmek hangulatát fogják visszaadni, és nem akármilyen nevekkel. Hát szeptember 1-ig gyakorlatilag rengeteg érdekes élményt kínáltok, úgyhogy aki most nem tudott mindent megfigyelni, akkor érdeklődjön szerintem, vagy üsse be az interneten, ugye? A mandaladalszínház.hu, minden hút, megtalálható. És ott minden információ. A mandaladalszínház nem véletlenül került be az értéktárba, mert majd tulajdonképpen a megye összes településén már megfordultunk, hogy most arra biztatjuk a megye lakosságát, hogy ezúttal ők jöjjenek Nyíregyházára is. Saját otthonotokban vendégül látjátok a színházrajongókat. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mandala Dalszínház után pedig egy másik színház, stábunk a Delila próbáján járt, hiszen a Móricz Zsigmond Színház darabja bő másfél óra múlva hivatalosan is megnyitja a Rózsakert szabadtéri színpad nyári programsorozatát. Azért ne gondoljuk át még egyszer, Hani? Nem. Persze, Haci. Nem. De nem kell ma eldönteni. Minek? Vasárnap van, egész nap. Ez csak ilyen gondolkodás. Nem rohanunk sehová, Laci. Ugye? Lottó nyeremény! Ingyen pénz! Én ezt nem hiszem el. Tehát tényleg egy harcsa pörköltet nem lehet megenni vasárnap anélkül. Kapros túros csúszával, hogy folyton a nyereménnyel nyúzdátok engem. Nyúzunk, Laci? Igen, nyúztok! Mennyire lett más ez a Delila, mint amit Molnár Ferenc 81 évvel ezelőtt megírt, illetve bemutatta? Hát a világ szégyen lenne, hogyha nem lenne nagyon más. Azért fölött, a darab fölött rendesen elszállt az idő, nem úgy, mint a nagy darabok között. Ezt nem, hogy mondja, nem akarom azt mondani, miért nem játszott darabja a Molnár életműnek, de gyengébb, mint a nagy Molnár darabok. Borzalmasan egysíkú a cselekménye, nagyon, amit nem szokott csinálni egyébként a Molnár, hogy nagyon, nagyon utálható figurákat ír bele, tehát mondjuk itt a Molnárnál a fiatal női főszereplő, az kifejezetten csak az anyagiakra utazik és semmi másra. És hát ugyan van sok baj a nőkkel, mint ahogy a férfiakkal is, de azért ennyire egysíkúak, azért sem a nők, sem a férfiak nincsenek. Tehát ez volt az első szempont, ami miatt átalakítottuk a darabot. Nagyon sok maradt benne, persze az alapszituáció az a Molnáré maradt, a befejezés a Molnáré maradt, tehát azt a happy endet azt nem vettük el, amit a mester írt a hősöknek, mert szerintük is megérdemlik. De bonyolultabb lett a történet, és izgalmasabb is. Milyen volt a próba folyamat? Hát én már ugye az Illatszertárnál jöttem ide újra, és azóta én nagyon jól el vagyok a Nyíregyházi társulattal. Talán még ezt tudok is nekik mutatni, hogy merre fele kell menni a színpadon, hogy kitaláljanak, vagy be. És azt hiszem, hogy a nyilvános főpróba alapján hát ezt nagyon jól vették is ezt a dolgot. Tehát a színészek is jól dolgoztak, talán mi is a alkotók közül, tehát a zene díszlet jelmez, az is sikerült. Szóval jó hangulatú volt, én általában nagyon szeretek jó hangulatúan próbálni. Tehát amikor a nézőtéren ül egy hadvezér, és mindenkinek ordítozik, annak szerintem nem lesz jó vége. Tehát ahhoz nagyon jó kedvű
munka kell, akár tragédiát csinál az ember, akár nem, ahhoz, hogy egy eleven és friss előadás jön létre. Na. Mostanában nem megy. Rád nézek, és te maradsz továbbra is vadállat. Nem bírsz az erőddel! Gyenge vagy az! Komolyan egy angyal vagy te boszorkány, hogy ilyen türelmes vagy hozzá. Nem vagyok angyal. Hát, jó kezekben azért. Csak 10 éve szeretlek, ilyen egyszerű. 10 év veled lacus, és nagyon türelmes lesz az ember. Nem is tudod, milyen szerencsés vagy te, Laci. De mivel érdemeltem ki ezt a jóságot, ezt tudja? Nagy szerelmedet. Nem vittem sokra. Nem. Nem vagyok jó. Nem. Kit alakítasz az előadásban? Máriánt alakítom, játszom, inkább ezt a szót használnám, Virág feleségét, aki belekeveredik virág keveredik bele, és ez nem magával rántja Máriánt is. Abban a szerelmi háromszögben, amiben ő így bele pöndörödött. Úgyhogy nekem az a dolgom, mint szerető feleségnek, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan tudnám ezt a kapcsolatot, azon túl, hogy megmentem, vagyis küzdök a férjemért a lehető legokosabban, tehát erőszak nélkül. És hogy rájöjjek arra, hogy mit ronthattam el, és mi az, amit máshogy kell csinálni. Ez egy 10 éves házasság, 2 gyerek, szóval olyankor már azért ellen lehet csúszogatni egymás mellett. Az apró, sok apró figyelmetlenségből fakadó eltávolodás az, ami szerintem az ő alaphelyzetük, amiben belerobban egy fiatal pincérlány, aki a mi alkalmazottunk egyébként. Most Marianne az elején még talán nem is veszi annyira komolyan ezt a helyzetet, de bonyolódni fog, és kénytelen minden eszét, érzékenységét és női tudását latba vetni azért, hogy visszaszerezze a férjét, akit nagyon szeret. Jól tudom, hogy most először alakítok házaspárt Tamással itt a színpadon? Majdnem. Egyszer már voltunk a képzelt riportban, és ott is Máriánnak hívtak egyébként. De az nem egy ennyire kijátszott, vagy széles helyen, színesen és sokféle szituációban megformálható párkapcsolat volt. Én nagyon örültem ennek, mert nagyon, nagyon szeretem a Tomit színpadon is, nagyon jó partner, és nekem boldogság vele játszani. Akkor sértődjél meg te is! Te egy pesti démon vagy! Honey. Neked meg van feleséged, csak jól titkolod! Én meg egy idióta vagyok! Please, honey, don't get excited! It isn't worth it! Hát beszélj már magyarul! Érdekes, amikor ideges vagyok, mindig angolul beszélsz velem. Csak hogy jusson eszedbe olykor, hogy Londonban éltél olyan urak közt, akiknek van modora. Kedves nézőink, nem sokára folytatjuk a Weekend második részével, zenével, túrával és Levendulával. Maradjanak velünk!